look how my mind plays. Little bit of fame, little bit of hate, little bit of change, watch the craze, keep it sane, don't fade away. Look how my mind plays. Little bit of fame, little bit of hate, little bit of change, watch the craze, keep it sane, don't fade away. Look how my mind plays. Sziasztok, üdvözöllek titeket, Sanya vagyok, ez itt a Carmenix Simulator 2015-13. Része, amit második évadának 13. része. És nézzünk be a parkolóba. Mit tettünk az előző részbe? Mind a két kocsit bemozgatom a garázsba, úgyhogy ne legyen itt. Majd mozgatás, igen, vissza a garázsba. Na. Az már jobb állványra került, úgyhogy ez pedig mehet a másik állványra, ez mehet a bal oldalira, jó. Na, a múltkori részben a bal emelőnél kezdtem a javítgatást, most lehet kezdjük ennie. Na nézzük, hát akkor legyen egy motorszétszedés, és akkor gyorsan. Hát azok gondolkozok most, hogy az inventory-ban nem adtam el az előző rész után a cuccokat, úgyhogy kell ezt lapozgatni, ha keresek valamit. Meg itt kell ezt rendesen lapozgatni, mert ezt a kocsit, ezt a V-motorosokat nem nagyon szeregettem, úgyhogy már lesznek kérdések, hogy hogy melyik alkatrészt kell megvásárolni hozzá. Jó, és szedjük szétfele. Ez az jó uroslás állapotban van. Ebben tényleg mind a két kocsit olyan 12-15 között tettem. 16. Most ér 11 ezeret, tehát megvenni a kocsit és eladni az úgy nem poén, mert csak bukik rajta az ember. Itt a szelephimbáknál van egy ilyen kis ugrálás. Mert van belőle bőven. 8-16 darab. Na, gyere kifele. Hello! Jó. Ezek kijöttek, jöhetnek a szellepelmérő rudak. Legalább egyből meg kijön. Nem kell még csavarozgatni. Jó. Na, azt mondja, gyújtókábelek, igen, kipufogó csonk. Mind a két oldalt. Meg ha már itt vagyok, akkor a gyertyákat is kiszerem. Na, azt elérem. Így már igen. Na, akkor most már jött le a hangerfe is. Oké, jöhet a másik oldalt. Na, ez kíváncsi vagyok, hogy ezt mennyiért fogok meg tudni eladni ezt a kocsit. Vagy már azért is gondolkozok, hogy mi lenne, ha egyszerre két kocsit vennék. Egyiket mindig eladnám, a másodikat berúgnám a garázsba. Nem is tudom, hány fajta kocsi van ebben a játékban, még hogy mennyi fér el a garázsba. Hogy összegyűjteném a összes kocsit. De azért még nem vettem ki még a himbákat, vagy a rudokat. Jó, na most már jöhet a kipfogócsunk. Még arra vagyok kíváncsi, hogy a olaj ilyenkor mutatja nekünk azt, hogy
Ja, mutatná az, hogy fekete színű lenne, de itt nincs benne olaj. Nem tudom, miért nincs benne. Hasát lábán gurult be ez a gépjármű a garázsomba. Jó, most már jöhet a gyújtásra. Ja, két kis brincs. Rögzítő kapcsokat ki kell szedni. És most már jöhet le. Ja, először egy belső, utána egy külső. Jó, jöhet le a lapát. Megleveszem szerintem a hűtő radiátort, így legalább jobban hozzáférek. Vízpumpa. Jó, jöhet a szíj. Tárcsák, szivattyú, izomanyag szűrő, a vízpumpa is kell most már szedni, generátort is. Na mit tudunk még innen fentről leszedni? Ja, még a vezérmű fedelet. Még itt is van egy láncos meghajtás. Egy vezérmű kerék. Jó. Ezt meg kell tudom szedni. Igen, a főtengelyt az pedig alulról. Ezt még nem tudom kiszedni a dugattyúhajtókart, mert rajta van a teknő, olajteknő is. Még a tengerőzítő bele van rakva. Max egy akkumulátor, meg egy fékszervot, azt le tudok szedni. Szerintem ennyi lett volna fentről. Emeljük most már fel. Ezen gondolkozok a kacsin, ez elég jól néz ki így kéken. De már kék kocsi volt, úgyhogy most ez nem kék lesz, majd. Oké, jöhet a csapágyfedél. Három darab belőle. Most már ki lehet szedni a dugattyú hajtókarokat, de én leszedem először a indító motort, utána a kardántengelyt, hogy le tudjam szedni a na, nem tudok hátrébb, mert na végre egy kardántengely, hogy ki lehet tudjam szedni a váltót. Oké, jöhetünk ide előre. Le tudom szedni a kopplung szerkezetet, és akkor a főtengely legalább le van választva. Vagy a főtengelyről a lendítőkerék. Jó, most már. Ha leszedem a kipufogót, ha már itt vagyok lent. Nem tudok hátra nézni, nincs mivel kapaszkodni. Na, na, na. Így. Így most már jó. Oké, kipufogódó, kész. Na, majd itt vagyunk akkor a bizonyos szivattyút meg a szűrőt leszerem. Vagy az üzemanyag szivattyút meg a tartályt. Na. Jó. Leengedem a leengedem a kocsit, és akkor kiszedem a dugattyú hajtókarokat. Utána fel kell emelni, hogy kiszedjem a főtengelyt, utána le kell engedni, hogy kiszedjem a motorblokkot. Annyira nem akarok sokat emelni, csökkenteni a gépjármű magasságán, hogy aláférek vagy leférek. Úgyhogy itt ránézve V8-as OHV motorblokkot kell venni, és ugyanolyan V8-as OHV főtengelyt. Tehát még ez szépen felemelkedik, én addig elmegyek és megveszem ezeket. Hát akkumulátor biztos, hogy kell. Dugattyúhajtókról kell 8 darab. 4, 5, 6, 8. Hát feszítő görgővel nem tudom milyen kell, de biztos, hogy ilyen kell, ebből lesz kell.
Bojtószerep nincs, ebből kell 3, 1, 2, 3. 4-8 óha, ez kell a főtengelyhez. Generátor van rajta. Nem ilyen gyújtás modul kell, nem ilyen. 1, 2, 3. Gyújtógyertya. 1, 2, 3, 4. Másik oldalra 1, 2, 3, 4. V8-as gyújtáskábel kell hozzá. Hát szerintem UHV is kell rá. Ne forogjál, nézzük meg. Biztos, hogy nem. Na mindegy, megnézzük. Na mi volt még itt a kérés? Jaj, hogy milyen feszítő görgők kellenek. Na menjünk az inventoryba, és honnantól kezdtük szétszerelni a motor, hát a levegőszűrőnél. Innen. Na, karburátor 4 trokszerep fedél. Nem, sorba menjünk. Azt mondja, hogy kerek légszűrő. Egy. Karburátor 4 torok. Igen. Indító motor az feltétlen kell, csak nem tudom milyen fajta. Igen, ilyen keletre. Hűtőradiátor csak egy fajta van. Ja, és akkor ebből kell a kerek. Egy torkos. Egy. Nincs balos, jobbos. Kettő. Lendítőkerék feltétlen kell. Ilyen motorblokk kell, igen. Tartó, ebből a B-ből kell kettő. Szeretném bából kell. Vagy ha a világ mennyi kell. Miért nem lehet beírni, hogy 16 darab kell? Jó. Na. Szívócsonk. Igen. Üzemanyag szűrő is volt rajta, minden igaz. Üzemanyag tartály, igen. Üzemanyag szivattyú, rendben. Egy fedél, oké. Okay. Ez kellett, de ahhoz kell nekünk lánc is. Vezérlőtenger, ez kell. Felső rögzítő nem volt. Ez hogy néz ki? Igen, ez kellett. És akkor nem tudom milyen tárcsák kellenek, úgyhogy végigmegyek ezeken. Akkor ezt még nem vettem meg, hanem ezt vettem még eddig. Jó. Az oké. Okay. V8, OA, V, A és B kell. Egy balos és egy jobbos. Igen, ezt nem vettem még meg. Jó, kibeti. Azt megvettem, megvettem. Himbákat megvettem, rudakat meg. Azt mondja, kipufogó csonkat megvettem, gyújtókávert meg. Gyújtógyertyát vettem? Nem tudom. Engerfej OHV. Nézzük meg, mit vettem már. Hengerfejet még nem vettem meg, de a gyertyákat igen. Ez már a motorblokk, akkor feljebb. Hengerfej OHV 1, 2. És akkor...
folytassuk a listát. Igen, itt jártunk. Ja, ez nem az újak. A régi kell. Igen, ezeket kiszedtük, megvettük. Igen, itt járok. Ezt is meg lehet éve rendben. OHV-ból kell AB. És vízpumpa tárcsa. Egy darab szétárcsa V8, kormányszövet V8. Jó. A, B. Rendben. Feszítőgörülve venni kellett, nem tudom, de izéből kell, néztem már. Bemesszerú V8. Biztos V8-as kell ilyenből. Most az a $15. Ezért miért van külön ez a szelefimba? Innen vettem? Ja, itt van utána. Jó, oké, nem szóltam. Na, azt sem tudom, amit nem vettem meg. Ja, a vízpumpa. De azt is megvettem, vízpumpa tárcsa. Igen. Azt mondja, hogy főtengely szíj tárcsa. Azt nem vettem még. Fékszervó. Megkuplunk szerkezet. Váltó V8 OHV. Orrán tengely sima. Mit is mondtam még erről az oldalról? Már kezdek fáradni. Jó. Gyújtó trafó. V8 OHV. De ez hol volt rakva? Nekünk gyújtás elosztó volt. Ja, izén gondolkoztam, fake servo. Igen, a sebességváltónál meg pedig természetesen kell az összes. És egy V8 OHV. Na, azt hiszem egyelőre ennyi. Menjünk és ezeket bedobálom. Karántengelyt most sem fogom tudni rá felrakni. Na, gyere már kicsit közelebb, úgy. És akkor most kell még leemelni. Vagy leemelni, leengedni. Jó, na azt mondja, hogy ez... Mitől nem jön ki? A felhagytam a... olajszűrőt. Van V8 OHV olajszűrő. Szerintem csak sima V8-as van. Motor. Ja, itt van a fekete, oké. Most már tiszta. Ez jött le. Ó, most megint emeljem fel. Megegedjem. Jó, el vagyok ezzel a kocsival, úgy látszik. Na mindegy, mert ez most kijön, ez meg már visszajön. Jöhet az akkumulátor is vissza, jöhet a fake servo. Hát a főtengelyt alulra tudom rakni, de ezért mert tengelyt akár már most is visszarakhatom. Jó, ez. Legalább megnézem a gyújtásra osztót, hogy minden rendben van-e. Mindent megvettem azt, amit kell rá. Oké, üzemanyag szűrőt vettem. Na, a többit meg már szerintem alulról fogom. Csak még ezt a két gépet visszarakom, a generátort meg a szivattyút.
Jó, amúgy is most fel kell emelni, mert már nem tudok felrakni semmit. Sőt, amíg emelem felfele, addig megyek és kibufogót megnézem, hogy miért kell venni. Legalább az is ki legyen cserélve. Azt mondja, hogy elsőből kell a V8 OHV, középső és hátsó. Hát nem nehéz dolgok vannak ezek itt. Első 1, 2, illetve volt egy hátsó és 2 középső. Legalább ez is megvan. Ez se lesz úgy, hogy nem tudom visszarakni. Jó. Na. Nagyon jó. Jöhet a váltó minden része. Először is a kipufogó. Mit mondtam? Kipufogó? Koplingot akartam mondani. Jó, szerintem ma már több részt nem veszek fel, már kicsit lefáradtam. És V8-as indító motor kell hozzá. Akkor megyünk is, gyorsan veszünk egyet. Motor. Abból is egy indító. No. Ja, itt van, csak oldalra láttam, azért nem láttam, oké. Okay. Sima V8-as, akkor mehet ez is vissza. Mármint vissza. Akkor már vissza lehet rakni a kipufogó csomkor. Vagyis a kipufogókat. Az komolyan rosszat szedtem. Mellé kattintottam, vagyis raktam fel. Jó, na azt mondja, hogy a következő. Ha láttam a hátsó kipufogót, már be akarom fejezni a kipufogó rendszert. Hogy az ne legyen nálam. Jó, na akkor mehetünk vissza előre. Csak kilépek és akkor belépek, mert ez így sokkal egyszerűbb. Na, azt mondja, hogy mit tudunk ide rakni, mondjuk a tengelycsapás fedelet. 1, 2, és az utolsó. Jó, aztán most fel kell emelni, mert itt már nem nagyon tudok szerelgetni semmit. Ja, mindenféleképpen. Mármint nekem kell feljebb venni. Kocsinak lejjebb jönni. Most már fentről kell szerelgetni. Ami nálam van. Na, akkor. És már megint rossz irányba volt. Lefele szedtem, felfele rakás helyett. Majd de nézz eltalálni, de nézzük innen fentről. Jó. Kellett egy fedél. Oké. Csak azért raktam vissza, mert nem tudok átdolgozni rajta. Nem mindig azt fogja felajánlani, hogy azt akarja visszarakni. Úgy hát a visszavatjuk minden. És akkor ide egy vízpumpa, azt megvettem. Ez is jó. Jöhet a lapát is. Nagyon jó. Nem is volt feszítő görge. Na. Oké. Következő lépés a dugattyú hajtókar. Jó, visszarakom mind a két oldalin. Hogyha egyszer valamiért fel kell emelni, akkor tudjam visszarakni az olajteknőt. Olajtartályt. Jó, jöhetnek a hengerfejek.
amiből természetesen jó lett véve. Miután megnéztem. A kipufogó csomagot is visszarakhatom, mert megvettem a kipufogó többi alkatrészét, tehát az egész kipufogó sort. Jó, gyertyákat is visszarakom. Vagyis az új gyertyákat behelyezem a motorba. Jó, másik oldalt. Itt is jöhetnek a gyűjtógyártyák, még hozzá vagyok a kipufogó csomtól. Na mindjárt lesz nehezebb, amikor a himbákat rakom visszafele. Gyerekes, ez most a képen jobbra mutatott, hogy jobbra van kitörve az alja. Itt meg van a felrakásnál egyből balra. Jó, most már jöhet a szívócsomp része. Ez egy kicsit más, de hogy másodnak néz már ki, hogy új alkatrészek vannak felrakva. Ja, itt a szélére kell kattintani. Jó, ez is megvan. Na, jöhetnek a himbák meg a rudok. Kicsit nehézkes ebből a pozícióból, ahol én álltam. De messze van, le kell húznom. Megjelent félig. Jó. Mindig visszafele ugrik az egér, és akkor mindig húzom lefele. Hát, ha most már szemből nézzük a dolgokat. Na, mennyivel jól néz ki. Nem látok sehol se rozsdát a motoron belül. Oké, jött a jobb oldali szelep felé. Na, jó kis króm. Ugye magamat nem látom benne, de legalább króm színű. Na, itt is jöhetnek a rudak. Eszembe jutott, amikor múltkor az újakat adtam elfele. Hát most már átálltam arra, hogy inkább hagyd legyen ott az inventoriumban, úgyis hangosan csörömpöl, és két rész között. Egyel kevesebbet vettem, menjek veszek gyorsan egyet. Sok 16-os kattintásnál már kimaradt egy. Nem, mintha olyan drága lenne, hogy ha véletlenül vásárolok egyet, akkor nem baj, hanem arra el. Jó. Na most már jöhetnek a himbák. Itt is mehet vissza. Ez is. Na. Halló. Eltávolodik annyira a kamera, hogy visszagörgőzök már. Ezt úgy látom, drágaszámilag jót vettem meg. Jó, jöhet a szelepfedél, és... és... ennyi? Lát volna a motor? Azt hiszem ennyi volt. Nézzük meg a inventoriból, van még új alkatrész nálam. Ja, az üzemanyag, az olajteknő, ezek alul vannak. Ezt nem kellett, úgyhogy ezt már is eladom. Meg egy karrenteink. A karrenteink az nem lesz visszarakva, úgyhogy... most csak felemeljük, és akkor berakjuk ezt a pár cuccot, és akkor legalább motorikusan már rendben van rakva ez a gépjelvé. Jaj. Kezdve meg.
robban egyet a szék alattam. Jó, nincs benne olaj, úgyhogy olajat még rakunk rá, bele. Na, hogy látom meg én ezt a tankot? Miért nem látom a tankot? Ja, ott van, annyira hátul. Jó, na. Vacsiú kipafogó motor és üzemanyagrendszerrel el van látva. Nagyon jó. Na, ennyiben a részben ennyi fért volna. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor a következő részben folytatom. Befejezem ezt a gépjárművet. Megyek sorba a színen, amit adtatok nekem. Nem tudom, melyik szín következik. Majd nézzünk valamit neki. Utána ennek a kocsinak is nézzünk. A kék az már volt, úgyhogy egyik se lesz a kettő közül kék. Na, köszönöm szépen a figyelmet, és akkor holnap után jövök a következő résszel. Kommentben meg a Kalle is írhatnátok, hogy jó lesz ez így nektek, hogy este így a mindenig a 19 órakor jön ki az epizódok. Minecraft még 15 órakor. Na jó, köszönöm szépen a figyelmet, Sanyal voltam, sziasztok!